Itt az Aliszka és az Allende utcák találkozásánál található, most még üres területen épülhet meg Szekszárd új orvosi rendelője. A mintegy 200 millió forintos beruházás megkezdéséhez szükséges pályázatot ugyanis szerdán nyújtotta be az önkormányzat. A projekt irányításával megbízott Zaják Rita azt mondja, a helyszín kiválasztását alapos szakmai munka előzte meg. Az egészségügyi gondnokságot én megkértem, az egészségügyi gondnokság vezetőjét, hogy a szakmai szempontok alapján mondja meg azt, hogy mely körzetek rendelőinek van valamiféle problémája, tehát melyek azok a körzetek, ahol a rendelővel esetleg az önkormányzatnak van dolga. És itt akkor az jött eredményként ki, hogy a legégetőbb szükség az a Dr. Bálint Orsa körzetében a 14-es számú orvosi körzetben van. Az a házi orvosi körzet pedig éppen itt az Aliszka utcában kezdődik, ezért esett a választás erre a helyszínre. Az épületben egy másik praxis is helyet kap majd, így a Kadarka utca környékén élők is egy teljesen új házi orvosi rendelőbe járhatnak. A beruházás során fontos szempont lesz, hogy a lehető legtöbb zöld felület megmaradjon, és hogy a fejlesztéssel a környéken élők is elégedettek legyenek. Arra törekszünk, és olyan tervezővel szeretnénk ezt megterveztetni, akinek tényleg fontos az, hogy a zöld területet minél kevésbé károsítsuk, és minél többet adjunk vissza ugye ebből a zöld felületből. Éppen ezért a most elkészült ilyen előkészítő terveken, ugye az épület zöldtetős és egy hosszanti, tehát hogy így bele illik a környezetbe ennek a hosszú terület, vagy ilyen hosszú kás területnek a formáját követi. Ács Rezsi, a város polgármestere azt mondja, a rendelő megépítésével nagyjából 4500 szekszárdi alapegészségügyi ellátása válik korszerűbbé, a környéken élők kérésére pedig a tervek szerint az itt áthaladó út is megmarad. A terveket is sikerült pontosítani, illetve úgy kialakítani az épületnek a kontúrjait, hogy minél több fát mentsünk meg, és a talajban lévő műszaki tárgyakat ne kelljen különösebben megbontani, és ezzel megdrágítani a beruházást. Ennek köszönhetően a mai napon, december 23-án aláírásra került az az anyag, amely alapján meg tudjuk adni a pályázatot. Az alapegészségügyi fejlesztés ezzel nem áll meg Szekszárdon. A tervek között ugyanis az is szerepel, hogy Szőlőhegyen is épül egy rendelő. A pályázat benyújtásához viszont meg kell nevezni két orvost, akik ott rendelnek majd. Ezért ennek a fejlesztésnek az elindításához még időre van szükség. Nem mondtuk le az orvosi rendelőre, én azt hallom, hogy a szekszárdi közigazgatási területen belül van Szőlőhegy is, a város része, és ott ugyanolyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amit benne a belvárosban szeretnénk, így például bölcsőde ódai fejlesztések, és ami most nagyon fontos, és a legközelebb ez valósulhat meg. Az új háziorvosi rendelő a tervek szerint 12 hónapon belül épülhet meg, így az orvosok és a betegek jövő év végén vehetik legkésőbb használatba.